Hagyományosan visszatérően együttműködünk a legrendő kapitányság munkatársaival, és egy főszezoni együttműködés keretében kiemelt időszakokra egy folyamatos járőrszolgálatot látnak el itt a fürdő területén. Ez nekünk szándékunk volt, hogy ez a kezdeményezés idén is létrejöjjön, mert az elmúlt évek tapasztalatai kifejezetten jók, kifejezetten kedvezőek, és a vendégeink visszajelzései kifejezetten emellett szólnak. És ezt is szeretném megemlíteni, hogy már elkezdődött egyébként ez a kiemelt együttműködés, ugyanis a rendészeti iskolások, rendészeti középiskolások az úgynevezett gyakorlati képzéset már a fürdő biztonsági szolgálatának segítségével itt töltik részben a fürdő területén, és ennek következtében már jelenleg is egy erősített szolgálat van jelen, de természetesen ez a rendőri együttműködéssel tovább erősödik, illetve a hétközi járőri szolgálat az ugye eddig is megvolt, és most a kiemelt időszakokra fog koncentrálódni, vagy nem koncentrálódni, inkább csak jobban odafigyelni ez a állandó jelenlét itt a fürdő területén. Az elmúlt évek folyamatosan kiemelten jó statisztikákat hoztak ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 3 év publikált hivatalos statisztikájában Eger mindig a legbiztonságosabb fürdő között szerepelt. Általában az első 4 évben volt országosan. Ez úgy gondolom, hogy büszkeségre ad okot mindnyájunknak, és nyilván nyugalommal tölt el minket a vendégeinket illetően, és szeretnénk ezt továbbra is fenntartani, és ezért szeretnénk, hogyha ez továbbra is így működne ez a dolog. És tavaly például 5 esetünk volt, amiben rendőrségi beavatkozást igényelt, ebből 4 gyakorlatilag azonnal megoldást talált, és 1 volt az, ami technikailag másnap került lezárásra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon beszédes statisztikai adat. Márom hagyománya van annak, hogy Eger megyei jugóváros önkormányzatával együttműködve az Egri rendőrkapitányság munkatársai nyári főszezonban az Egri strand területén fokozott ellenőrzéseket hajtanak végre. Ez abból áll, hogy a hét munkanapjain a városban szolgált teljesítő kollégák a strand területén is látnak el szolgáltatót, illetve szombat és vasárnap, tehát munkaszüneti napokon megerősített szolgáltatót látnak el kollégáim, idegen nyelvet beszélő szakközépiskolás kollégákkal. Annak érdekében, hogy az ide látogató vendégek zavartalan pihenését biztosítsák. Másik fő feladat az, hogy a bűnmegelőzés érdekében fejtsék ki feladataikat. A tekintetben, hogy előzzék meg, hogy a strand területén szórakozni, pihenni vágyók sérelmére minél kevesebb bűncselekményt kövessenek el. Évről évre javult a közbiztonság, azt lehet mondani, a strand területén egyre kevesebb bűncselekmény vált ismerté, mint ahogy ezt ügyvezető igazgató is a beszámolójában említette. Tőlünk függetlenül a strand biztonsági szolgálattal rendelkezik, akik úgy szintén a hét mindennapján jelen vannak a strandon, és a strand szolgálatot ellátó biztonsági szolgálattal közösen együttműködve könnyebb kiszűrni azokat a személyeket, akik nem azzal a célzattal érkeznek ide, hogy pihenni vágynak, hanem hogy bűncselekményt kövessenek.